A Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz tartozó mind a 10 intézmény korszerűsödik. A felújítások olyan változást jelentenek, amelyek mind a pedagógusok, mind a diákok komfortérzetét javítják majd a jövőben. Vendégem a témát illetően a Nyíregyházi Szakképzési Centrum kancellárja, Pályer Attila, köszöntöm itt a stúdióban. Az elején a műsornak beruházásról hallhattunk, de már most itt a konkrét felvezetőben felújításokat és korszerűsítést emlegettem. Ugye különbség van a kettő között, de talán az összeget tekintve majdnem beruházásnak is nevezhetnénk mindazt, amit végrehajtanak az intézményekben. Konkrétan mire kell gondolni, és melyik intézményt mi érint a jövőben? Köszönöm szépen a meghívást. Hadd kezdjem azzal, hogy 2015-ben nyúlnék vissza egy nagyon rövid mondat erejéig. A centrum létrejöttekor az volt a fő célkitűzésünk, hogy teremtsük meg azt a feltételrendszert, hogy a szakképző iskoláknak a biztonságos működéséhez nélkülözhetetlen. Már oda jutottunk el, hogy képesek vagyunk olyan mértékű, olyan mérvű felújításokat is elvégezni, ami nem csak igazából a konkrét munkákat, a konkrét felújításokat jelenti, hanem picit komfortosabbá, lehetőbbé tesz a környezet, ahol a gyerekek tanulnak és dolgoznak a kollégáink. Ugye az elején azt beszéltük, hogy beruházás vagy felújítás. Ugye azt mondhatnám, hogy összességét tekintve ez egy beruházás szintű felújítás volt ezen a nyáron. Közel 100 millió forintot költöttünk arra, hogy ezt a feltételrendszert javítsuk, ami jelenlegi iskoláknak a rendelkezésére áll. Ugye talán nagy számnak tűnik ez a 150 millió forint, így emberi léptékkel mérve, viszont ott mégis igazából nagyon pici cseppet tudtunk hozzátenni ehhez a dologhoz, mert még mindig kellene költenünk az intézményrendszerünkre, hogy igazából élhessük a 21. századi iskolarendszert. 2015 óta önökhöz, mint központhoz nyilván befutnak azok az igények, amelyek az egyes intézményekben kialakultak, tehát hiánypótlásokat kellett végezni. Mire kell itt gondolnunk? Mit tudtak megoldani ebből az összegből? Minden évben törekszünk arra igazából, hogy az állam megóvás legyen az elsődleges szempont, ugye, mert az intézményrendszer, amit ugye a várostól kaptunk működtetésre, ugye nem mai. Van egy iskolánk, amelyik már 100 éves évfordulót ünnepelt az idén, valamelyik 75 éves, 50 éves épületekről beszélünk, és igazából állammegoldás az elsődleges szempont. A tetők megújítása, a falak, a nyílászárók, a vizes blokkok felújítása az elsődleges szempont, azért, hogy működőképes biztosíthassuk. Minden mellett, hogyha marad még pénzünk és forrásunk, akkor igyekszünk megteremteni azt a feltételrendszert, padokat cserélünk, asztalokat cserélünk, táblákat cserélünk, tehát eszközökkel bővítjük az iskoláknak az állományát. Ha most ön már elmondta ezt a 150 millió forintos keretösszeget, és tudjuk, hogy 10 intézményben tudtak korszerűsíteni vagy felújítani, akkor egyszerűen a 150 milliót elosztjuk 10-zel, és akkor azt mondjuk, hogy minden intézményre jutott a nyilván a tized része, vagy azért ezt át kellett gondolni, és van olyan intézmény, ahova többet kellett átcsoportosítani. Igen, jó a kérdés, ugye, hogy felosztanám, akkor jutna fejenként 15 millió forint intézményeként, nem így működik a dolog. Ugye igyekszünk mindig oda tenni több anyagi forrást, ahol nagyobb a szükség. Idén is így volt ez. Valamelyik iskolánk ugye újabb építési, ott nem kell 3-4 millió forintnál többet költeni, arra igazából a szintet fel tudjuk tartani. De valamelyik költeni 26-28 millió forintot is, mert olyan szintű volt az állag megóvási igényünk, hogy ennyit kell költenünk rá. Ugye azt mondtam, talán az elején, nem tudom, mondtam el, hogy ez a 150 millió forint nem egy nagy összeg. Ha amennyire szükség lenne, azt tekintem, még kellene. Igyekszünk még idén még mindig forrásokat találni ahhoz, hogy ezt a felújítási folyamatot ne itt tekintsük végesnek, hanem itt a december tartó időszakig még tudjunk költeni az iskolákra. Ugye azért volt ez a hóruk munka, mondjam talán így, mert ugye nyári szünet volt. Nem voltak gyerekek, nem voltak pedagógusok az iskolában, tudtunk haladni a munkálatokkal, de el tudom mondani azt is, hogy ez a felújítási időszak még nem zárult le. Ugye elindultunk június végétől, valami már készen van, ami zajlik, és már most fog még csak indulni. Igyekszünk ezt átütemezni, hogy ne dovarjék az oktató neveli munkát. Melyik intézmény igényelte a legnagyobb beavatkozást, és gondolom ez összegben is a legmagasabbnak számít? Két iskolánkra költöttünk igazából most nagyobb összeget, háromra mondhatni igazából. Mondhatom, hogy ugye a közepi néven szoktuk őket hívni, egyik volt az INCEDI, a másik volt a Veselényi, a harmadik pedig a Bánki középiskola. Negyesőzököt költöttünk például a Sipkaira is, az Évisre, tehát igazából mondhatom mind nagy iskolákra, ami a városban található, és kevesebb forrás jutott a két vidéki iskolánkra sajnos, hogy a 10-10 millió forint különösszeget fordítottunk a Tiszaölök és Tiszavasvári iskolára. Lehetséges az, hogy nyilván az adott
intézményekben, hogy milyen szakmára tanítják, készítik fel a gyermekeket, milyen gyakorlati helyiségekre van szükség, ugye milyen eszközfelszereltségre, hogy nyilván ez is befolyásolja azt, hogy hová mennyit kell tenni. Valóban igazam van abban, hogy erre is gondolnunk kell, nem csak az épületek állagát óvjuk meg, hanem a feltételt is javítanunk kell, ugye, mert vannak iskoláink, ahol tömegében a gyermekek kint vannak gyakorlaton a gazdálkodó szervezeteknél, itt kevesebb gyakorlati munkahely van igazából az iskolán belül. Van olyan iskolánk is, ahol szinte minden gyermek az iskolában tartózkodik a gyakorlaton, és igazából erősíteni kell ezt a gyakorlati képzési környezetet, és ettől függően más és más összeget kell költenünk ezekre a célokra. Ez befolyásolta-e azt, vagy most az eszközfejlesztésre nem tudtak igazából fordítani? Én azt mondhatnám igazából, hogy az eszközfejlesztés kisebb volumenű volt most, mint amit terveztünk volna. Inkább az épületek és a környezeti feltételeknek a megújítása, illetve változtatása volt előtérbe helyezve. Pontosan azért, mert a nyári időszakban tudunk olyan munkákat elvégezni, ami zajjal, piszokkal jár, és nem zavarja a tanítást, vagy igen, nem a tanítást. És ősztől fogunk elindulni azzal a folyamattal, amikor eszközöket, pótlunk, termeket, olyan tantermeket újítunk fel, ami nem igazából akadályozza a tanítási folyamatot. És ez még mindig ebből a keretből valósul meg, vagy pályázni kell folyamatosan, kell keresni a lehetőségeket? Jelenleg ez a forrás, amit most áldoztuk az intézményünkre, a saját költségvetési forrásunkból lett igazából kiszorítva. Folyamatosan pályázunk, és vannak nagyobb pályázataink is, sőt van egy nagyobb miniszteri döntéses pályázatunk, ami most fog elindulni majd valamikor az ősz folyamán. Ami, tehát igazából két forrás, pályázati forrás és saját forrásból dolgozunk, ez a nagyobb kör most a saját forrásból valósult meg. Ha visszatekintünk az eltelt időszakra, ugye a szakképzési centrum megalakulásának időpontjáig 2015-ig, akkor talán elmondhatjuk, hogy ilyen szintű karbantartást, felújítást talán nem is tudtak végrehajtani eddig. Hát, ugye ezek ezt a beszélgetésünket, ugye mondtam, 15-ben nyúljunk vissza, hogy maga ez a lehetőség 15-ben nyílt meg az iskolák számára, a centrum számára, hogy költségi forrás tudunk igazából számítani arra, hogy ezt a folyamatot felgyorsítsuk, pénzt tudjunk beletenni, mert ugye korábbi években ez a lehetőség, nem azt mondom, hogy nem volt, igazából jóval kevesebb mérvű volt. Végül azt szeretném megkérdezni, hogy azok a munkálatok, amelyeket most sikerült a nyár folyamán elvégezni, úgymond a tanítási szünetben, ezek meddig biztosítják az állag megóvást, tehát hogy meddig nem kell majd hasonló munkákat végezni, hogy látják? Ha azt mondanám, hogy sose lesz vége, akkor nem hazudnék igazából. Amit meg tudtunk most csinálni, az inkább azt mondom, hogy az a akut jellegű javítások és karbantartása felújítások voltak. Én bízom benne, hogy elkészült új tetőhéjazat, vagy egy új elkészült új vizes blokk, ez jó nehéjű szolgálom az oktatást, de mondom, hogy egyik hely megcsináltuk, akkor más kell fog jelentkezni a probléma, és egy-két éven belül. További jó munkát kívánok Önöknek. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm, hogy bejött a stúdióba. Köszönöm, hogy lehettem.